A Dózsa György általános iskolában folytatódott az a lakossági fórum sorozat, amelyen a fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó változásokat ismerhetik meg a tatabányaiak. Március 1-től nem csak fűtéskorszerűsítésre, hanem homlokzati és födémszigetelésre is pályázhatnak a távfűtött társasházak Tatabányán. A változások részleteiről és előnyeiről ezúttal Schmidt Csaba polgármester tájékoztatta az óvárosi érdeklődőket. Mindig azt mondtuk, hogy az ideális az az, hogyha a szigetelés és a fűtéskorszerűsítés egyszerre megvalósul, és ahol van sziget vagy fűtéskorszerűsítés, és most vagy vállalják most, hogy a szigetelési pályázattal együtt megvalósítják, ott lehetőséget biztosítunk, hogy még nagyobb megtakarítást tudjanak elérni a tatabányi társasházakban élők. A városvezető aktív részvételre számít a társasházak részéről a szigetelési pályázaton. Bízom benne, hogy ahogy itt a fórumon is van érdeklődés, ugye a társasházak részéről is lesz érdeklődés. Nem olyan rég hirdettük meg a pályázatot, 3 pályázat már beérkezett, tehát ebből látható, hogy van érdeklődés, és azért is fölhívnám a társasházak figyelmét, hogy nem bírálati szempontrendszer van, érkezési sorrendben bíráljuk el a pályázatokat, tehát ha kimerül a keret, akkor érdemesebb minél hamarabb beadni, hiszen akkor biztosabb az, hogy jut támogatás az ő pályázatokra is. 2010-ben indult el a városi fűtéskorszerűsítési program, amelyben az országban a legkedvezőbb lehetőségként költségosztással történő mérésnél 25%-os önerővel és 75%-os vissza nem térítendő önkormányzati támogatással valósulhatott meg a beruházás. 2400 lakás fűtéskorszerűsítését követően elmondható, hogy a lakók energiaköltségeiknek legalább a 30%-át megtakarították. Szakemberek azt mondják, hogy 50%-os megtakarítás minimális szinten elérhető, de akár 60%-ot is el lehet élni. A lakóközösségnek önerőként a bekerülési költség felével kell rendelkezni, a költségek 25%-át vissza nem térítendő támogatásként, 25%-át pedig kamatmentes kölcsönként biztosítják a szigetelési pályázaton. A pályázatot a távfűtési rendszert fejlesztő közhasznú non-profit Kft.-hez kell benyújtaniuk a távfűtött társasházaknak.